Sorozatot kezdeni ma, semmi extra, Isten igéje. Csak ez most a Filippi levél lesz, és a rengeteg-rengeteg tanulságával, és különös tekintettel az internetes hallgatóságra, ha van ilyen, meg ha lesz ilyen, bízom benne, hogy sokakhoz eljut. Mert Filippi levélben nagyon sok praktikus, hétköznapi bölcsesség van, és szeretnék rajta végig menni. Ugyancsak, ahogy szoktuk, hogy Pál apostolnak az ige hirdetéseiből, illetve tanításaiból merítve összeszedni mindazt, ami egységesen szól ezzel kapcsolatban. Hát Filippi levél nem egy, ha valaki ismeri a történelmi környezetét, akkor nem egy boldogító levél, őszintén szólva. 64-ben íródik a történészek Pál apostolnak a halálát, azt 64 és 67 közé teszik, tehát a marker, ami jelöli Pál apostolnak a elköltözését, az a Róma felgyújtása és Néró uralkodásának utolsó éve között, ez 64 és 67. Tradicionálisan 64-be teszik, amikor ez a levél íródik. És ez nagyon, azért nagyon szomorú, mert ebben a levélben hangzik el az a mondat is, hogy kívánnék elköltözni és az Úrral lenni, mert az sokkal inkább jobb, de értetek, itt maradnom hasznosabb. És ebben bízva, tudom, hogy nektek ajándékoztatom, hát ez sajnos nem történt meg. Ez a tanulságnak a másik oldala az, hogy itt ebben a pillanatban eszembe jut, ugye, hogy és egy kis térőt azonnal teszünk is, hogy a mártírok produkálása az mindig állami vállalkozás volt, és Pál apostol ezért szól Timóteushoz, hogy imádkozzunk a mindenkori hatalomért, mert két dolog igaz a kormányokra és a államhatalmakra, akárhogyan is nézzük a történelem során. Az egyik dolog az, hogy mindig az államot használta fel Sátán az igazi népirtásokra, amikor az Isten népét kellett írtani. Tehát az üldöztetésnek a csúcsformája az mindig állami monopólium volt a történelem során. Ez az egyik igazság. A másik igazság, hogy egyetlen államot sem láttam még a történelem során, amelyik feloszlatta magát, akármilyen gonosz is volt. Tehát nem vonta vissza önmagát és az önnön kicsapongásait. Ilyen még nem volt a történelemben, mert ha tudtok róla, akkor szóljatok így a tanítás után, hogy Tibor, hoppá, itt van egy ország, egy birodalom, aki visszavett, és azt mondta, hogy jó, bocs, annyira gonoszok vagyunk, hogy annyira eltértünk már a normálistól, hogy feloszlatjuk magunkat. Ilyen nem történt meg az én tudomásom szerint. Az 1 Timóteus 2-ben van egy csodálatos ige szakasz, hogy buzdítlak azért mindenek előtt, mondja Pál Timóteusnak, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért. Tehát azt mondja Pál, hogy az imádságnak minden formáját felsorolja itt, ami a Bibliában valaha szerepel. Királyokért, második vers, királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Ez a három dolog, amiért Pál imádkoztat, hogy első körben csendes, nyugodalmas életet élhessünk, teljes istenfélelemmel élhessünk, és teljes tisztességgel élhessünk. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ezt a királyoknak és minden méltóságban levőknek kell megteremteni. Ez az isteni küldetésük ezeknek az embereknek. Ezért imádkoztat Pál, hogy ez sikerüljön. Mert ez jó és kedves dolog, ami megtartó Istenünk előtt. Ez az, amit Isten szeretne, ez az, amit Isten akar. A nyugodt élet, az Isten félelemmel töltött és tisztességgel töltött élet. Ezt mindenki tudja, tehát ez nem egy ilyen extra gondolat, ami most így hirtelen rá megvilágosodtunk, hogy Isten ezt akarja nyilván. Aki
azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Tehát igen, a hatalmasságban levők is. És ugye ez azért nagyon fontos ezekért az emberekért imádkozni, mert ezek azok az emberek, akik meghatározzák a tömegek sorsát. És ezek azok az emberek, akik befolyása alatt vannak ugye az Efezus 6.12-ben felsorolt lényeknek. Ugye Efezus 6.12-ben mondja Pál apostol, hogy nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem fejedelemségek ellen, hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói, tehát a világ fölött uralkodói ellen. A gonoszság szellemei ellen, amelyek a magasságban vannak. Tehát ezek az emberek, akik a földi hatalmasságot képviselik, ezek az emberek azok, akik legjobban kivannak téve ezeknek a szellemi fejedelemségeknek a befolyásának. Ezek nem erővel uralkodnak ezek a szellemi fejedelemségek, hanem természetesen ésszel, ha tetszik így mondani, tehát az emberiséget felülről gondolják uralni, és hát ez egy nagyon jó működő dolog is. Hogyha valaki, nem is tudom, hogy menjünk bele ebbe a dologba, hát ezért világosan látjuk az igében sok-sok helyen, hogy földi hatalmasságok mögött szellemi hatalmasságok vannak. Teljesen egyértelmű, nem akarok végigmenni ezeknek a kijelentéseit, hogy ezt a rendet eredetileg Isten alkotta, abból csak egy apró szemelvényt, ami hozzánk gyakorlati közelségben van. Ez a Róma levélben van megírva, Róma levél 13. fejezetében. Most ugye az Ézsaiás igét nézhetnénk az Ézsaiásban, ahol megvan írva a sátának bukása, de a sátának bukása egy király bukásához van hasonlítva. Tehát egy király, aki ugyanúgy bukott el, mint sátán. Ezékielben is így lehet ezt látni. És lehet látni a Dániel könyvében is, hogy valaki ezt akarja Dániel könyvének, mondjuk például a 10. fejezetében azt, hogy a földi hatalmasság mögött szellemi hatalmasság van. És hát a Róma levelet, ha megtalálom valahol Bibliámban, akkor annak a 13. fejezetében látjuk az isteni elrendelést, az isteni rendet, hogy minden lélek, ez a Róma 13.1, minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak, mert nincsen hatalmasság, ha csak nem Istentől. Amely hatalmasságok vannak, Istentől rendeltettek. Most ezek a pozíciók, mert sokan jönnek az, hogy jó, hogy is akkor Hitler, Stalin és sorolható Néró, aki fejét vette Pálnak, azok is Istentől rendeltettek? Nem. A pozíció rendeltetett Istentől. Nézd meg! Azért, aki ellene támad a hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad ellene, akik pedig ellene támadnak, önmaguknak ítéletet szereznek. Na most jön a leírása annak az állapotnak, amit Isten gondolt, amikor fejedelemségeket, hatalmasság, emberi hatalmasságokat állított az emberek fölé. Mert a fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekedetnek rettegtetésére vannak. Akarod-e pedig, hogy ne félj a hatalmasságtól, cselekedd a jót, és dicséreted lesz attól, mert Isten szolgálja ő a te javadra. Ha pedig gonosz cselekszel, félj, mert nem ok nélkül viseli a fegyvert, mert Isten szolgálja bosszú álló haragra annak, aki a gonoszt cselekszik, azoknak, akik a gonoszt cselekszik. Ez az isteni elképzelés, és ugye ez fordul meg. Tehát ezt a hatalmat, ezzel a hatalommal élnek vissza a földi hatalmasságok, illetve azzal a hatalommal élnek vissza a mennyei hatalmasságok is, amit Istentől vettek. Hát most felolvashatnánk ugye azt a bizonyos 82. Zsoltárt, beleolvasunk, akik az emberek fölött uralkodó szellemi fejedelemségekről van benne szó. 82. Zsoltár, Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonosznak személyét? Ítéljetek a szegénynek, árvának, nyomorultnak,
és az elnyomottnak adjatok igazat. Mentsétek meg a szegényt, a szűkölködőt a gonoszok kezéből, szabadítsátok ki. És az ítélet fölöttük, ugye, hogy én mondom, Istenek vagytok, ti a fenségesek fiai minnyájan, mindemellett meghaltok, mint a közember, elhullotok, mint akármely főember. És ez nem ez az egyetlen Zsoltár, hogyha valaki az 58. Zsoltár, vagy valóban a néma igazságot szólaltatjátok meg, ugye így fordítja, nem szeretem a Károlyt, ezt rosszul fordítja, mindjárt olvasunk egy Héberhez közelebbi fordítást, ugyanerről vagyon szó, az 58. Zsoltárt fogom nektek előhozni. Azt mondja, hogy Zsoltárok, ebből elég sok van, nehéz megtalálni. Így, valóban az igazságot nyilatkoztatjátok ki, ó Istenek, vajon igaz módon ítélitek-e az emberiség gyermekeit? Nem, szívetekben gonosz terveztek, és erőszaktételt visztek véghez kezeitekkel a földön. Így hangzik a 58. Zsoltár első két verse. Egyértelműen arról szól, hogy ugye ezek a szellemi fejedelemségek, ezek bizony az emberiséget így befolyásolják. Most ezért mondja Pál apostol, amit ugye a Timóteus 1, Timóteus 2:1-ből az elején felolvastam, hogy ezekért az emberekért kőkeményen imádkozni kell, mert nagyon komoly befolyás alatt van. És ez ugye látható is az emberiségnek az életében. Tehát sokan teszik fel a kérdést, hogy emberek miért harcolnak egymás ellen, különféle elméletek születnek ezzel kapcsolatban, nagyon híres filozófusoknak nagyon híres elméletei vannak, gondolatai vannak azzal kapcsolatban, hogy az emberek miért akarják egymást állandóan kifilézni, és nem tudják ezt az igazságot, hogy azért, mert szellemi fejedelemségek állnak mögöttük, akik háborúznak egymással, és az emberek azok csak a befolyásuk alatt vannak, és nyilvánvalóan ez teljesen világos az igéből, hogy te, mint keresztény, nem vagy a befolyásuk alatt, nem vagy az ő csapatukban, hiszen ellenük van harcod, ellenük van tusakodásod. Nem tudnál ellenük tusakodni, hogyha ugyanabban a csapatban játszanál, ugye? Tehát, hogyha a Fradi ellen focizol, akkor nem a Fradi csapatában vagy, ugye? Tehát, hogyha szellemi fejdelemségek, hatalmasságok, erők, uraságok, ez élet sötétségének világbírói gonoszság szellemei, tehát ahogy Pál apostol beszél, róluk ellen harcolsz, akkor nem az ő csapatában vagy. Egyértelmű, hanem Jézus Krisztusnak vagy a csapatában, és amiért imádkozunk a fejedelemségek, a földi királyok, uralkodók, miniszterek, mi egymások ért, az azért van, hogy az evangélium befolyása elérje őket és megtérjenek, illetve Isten befolyása elérje őket, ugye ez a példabeszédek 20-valányi példabeszédekben van, hogy mint a király, mint a víznek a folyása, olyan a királynak a szíve, amerre az Úr akarja, arra hajlítja azt, ezt most nem tudom pontosan fejből, valahol a 20. példabeszédek környékén található ez az ige. Tehát Isten meg tudja tenni azt, hogy változtat embereken. Egyébként a történelem folyamán mindig azt látjuk, hogy valamilyen más szellemi fejedelemség által űzött másik ember tömeg igázza le, pusztítja el, rohanja le, és rombolja le a másik birodalmat. Erről beszél Jézus, ez egy korszak, ami az emberiség életében jelen van, ez a nemzet támad, nemzet ellen, király, király ellen, ugye? Ez a korszakban élünk. Tehát azért mivel Isten adta ezt a hatalmat a kormányok kezébe, hogy az ő ítéletét végrehajtsák, akár halálos ítéletet, ugye ennek nem véletlenül hordja a fegyvert, a kardot, mert Isten szolgálja bosszúálló haragra, ezt Isten adta, ezt a lehetőséget az emberek számára, hogy ezt megtegyék a többi ember érdekében, hát ezt fordítja meg Sátán.
És hogyha ezt sátán sikeresen megfordítja, hogy a fejedelemség az nem a gonosznak lesz a rettentője, hanem az igaznak lesz a megrettentője, és az igaznak kell félni, és nem a jól cselekvőnek lesz a jutalmazója, hanem a gonosz cselekvőnek lesz a jutalmazója, akkor elértünk arra a pontra, hogy a sátáni befolyás a tetejére állott. Példabeszéd 21.1, köszönöm szépen. Ha már így megsúgták, akkor mi föl is olvassuk példabeszéd 21.1-et. Tehát amire appellálunk akkor, amikor imádkozunk a fejedelemségekért, hatalmasság, emberekért, emberi fejedelmekért, hatalmasságokért, miniszterekért, királyokért, urak, bárkiért, az ez az ige, 21.1 a példabeszédekben, mint a vizeknek folyásai olyan a királynak szíve az Úrnak kezében, valahová akarja, oda hajtja azt. Erre appellálva imádkozunk. Mindez arról jutott eszembe, hogy Pál apostolnak az életébe is nagyon-nagyon csúnyán bele rondított, ha tetszik így mondani, az Isten által adott hatalomnak a megfordítása és az Isten által adott hatalommal való visszaélés. Tehát kezdjük a Filippi levelet, ha már itt tartunk. Tehát Filippi 1.1-től olvasom, 1.2-t olvasom, a harmadikat, 1.4-ig, jó? Pál és Timóteus Jézus Krisztus szolgái minden szenteknek a Krisztus Jézusban, akik Filippiben vannak, a püspökökkel, diakónusokkal egyetemben, kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ez a beköszöntés jellegzetes páli köszöntés, aki a szolgák, tehát az önmaga és Timóteusnak a nevében köszönti a szolgákat, az Isten népének a szolgáit, püspököket, ugye, felülvigyázókat, diakónusokat és a gyülekezeteket. Mivel köszönt mindig azzal a békességgel az Istentől, és a kegyelemmel az Istentől. Ez nagyon fontos Pál életében, látni fogjuk hamarosan, hogy miért. Hálát adok az én Istenemnek minden tirólatok való emlékezésemben, mindenkor, minden én könyörgéseimben, mindenekért nagy örömmel könyörögvén. Na, egyetlen egy kivétel van Pál apostol életében, amikor nem hálaadással megy a gyülekezetért, és ez a Galata levél. A Galácia beliekkel probléma volt, és ez mindjárt azért fontos nekünk, mert azonnal a beköszöntőben Pál mindig a kegyelemről beszél, és a békességről beszél. A kegyelem igazából alapja az, hogy békességem van Istennel, és békességem van Istentől, ugye? Mert nem állok háborúban Istennel. És ez a kegyelem hogyan szerezhető meg, ez volt a probléma, például Galatában. Ez egy nagyon-nagyon fontos probléma. Hogyha beleolvasunk a Galata levélbe, a Galata 3.1-be, akkor azt az egy kivételt emelném ki, ami adódik Pál apostolnak a hálaadós életében. Tehát olvassuk Pál apostolnak a tanításaiban, hogy mindenekért hálát adjatok, ugye sokan használják arra, hogy fú, hát akkor minden, akármilyen tragédia történik, azért hálát kell adni. Pál sem ad mindenért hálát. Jó? Lehet hálát adni, ha valami jobb annál, mint ahogy elsülhetett volna. Van egy rokonom, az mindig azt mondta, azt szoktam mondani, hogy lehetett volna sokkal rosszabb is. És most hálás Istennek, hogy nem az. Ez így lehet. Ez így rendben van. De minden dolog nem Istentől van, és minden dologért nem adunk hálát. Tehát itt van például a Galata 3.1-től 3-ig felolvasom. Tehát Galata levél 3.1-től 3-ig. Ó, balgatag Galácia beliek, kicsoda igézett meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak, kiknek szemei előtt a Jézus Krisztus úgy íratott le, mintha ti közöttetek feszítetett volna meg. Milyen igazságot vetnek ők el? Jézus Krisztust, mint igazságot kezdik elvetni. Tehát Jézus, aki az Isten kegyelmét elhozta. Pedig hát ti aztán pontos leírást kaptatok arra a történtekről. Ugye nem felejtjük el, hogy ezek a történtek akkoriban kortárs történtek voltak. Tehát Jézussal, ami történt, azt a kortársak tanúsították.
Jó? Ez volt a legnagyobb tanúságtétel akkoriban, és a második legnagyobb tanúságtétel pedig az írásos tanúságtétel volt. Akkoriban nem volt se videófelvétel, se semmilyenféle dolog nem volt még. És ugye 2-3 tanúbizonyság, hát rengeteg tanúbizonysága volt a feltámadt Krisztusnak. És erről hallottak a galatébeliek. És akkor azt mondja nektek, hogy akkor jó, oké, ti nem voltatok ott, ti elhittétek ugyanis, elfogadtátok ezt az egész történetet, de eljöttetek tőle, de akkor appellálok egy saját tapasztalatotokra, második vers. Csak azt akarom megtudni tőletek, a törvény cselekedeteiből kaptátok ki a szellemet, vagy a hit hallásából? Ugye? Mert a törvényhez mennek vissza, akkor honnan kaptátok ti Isten szellemét? Ennyire esztelenek vagytok? Amit szellemben kezdtetek el, most testben fejezdétek be. Ugye? Tehát Pál apostol arra hivatkozik, hogy hát igen, ti részesei lettetek Isten szellemének, és akkor most mi van? Honnan szereztétek? Törvény cselekedeteiből? És a 4.11, ami egy nagyon súlyos vers, azért sokat beszél erről Pál, most ezt mind kihagyjuk. Féltelek titeket, hogy hiába fáradoztam, körültetek. Tehát ez az egyetlen gyülekezet, ahol Pál nem hálát ad. És hát ugye mehetünk tovább, ugye ez egy korábbi levél a Galata, mert sajnos ilyen szörnyű történetek vannak, hogyha elmegyünk a 2. Timóteusba, a 2. Timóteus levélbe, ott is van miért szomorkodnia Pál apostolnak. Az 2 Timóteus 1:15-től, és akkor a 2-ig olvasom fel, jó? Tehát ezt tudni kell, ugye mindig elmondom ezt a közhelyet, hogy Pál nem fejezeteket írt, hanem egy levelet. És nem mindig szerencsés, ahol a levelet elválasztották. Tehát ezért olvasom egybe most ezt a 6 verset. Azt tudod, hogy elfordultak tőlem az ázsiabeliek mind. Kik közül való Figelus és Hermogenész. Az Úr legyen irgalmas az Onesiforus háza népének, mert gyakorta megvidámított engem, és az én bilincseimet nem szégyelte. Sőt, mikor Rómában volt, buzgón keresett engem, meg is talált. Az Úr engedje meg neki, hogy találjon irgalmasságot az Úr nálam a napon. És hogy mi nagy szolgálatot tett Efezusban, te jobban tudod. Te annak okáért, én fiam, erősödjél meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben. És amiket tőlem hallottál sok bizonyság által, azokat bízzad hű emberekre, akik másoknak tanítására is alkalmasak lesznek. Milyen képet festeked ez? Ha Pál apostoltól elfordul egy csoport, és annak kontrasztjaként Timóteusnak Pál azt mondja, hogy te azért, fiam, erősödjél meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben, akkor ez a csoport a Krisztus Jézusban való kegyelemtől fordul el. Ugye? És Pál hivatkozik, amiket tőlem hallottál sok bizonyság által, tehát a Pál apostol életében látott bizonyságokra appellál Pál apostol, hogy mint emlékeztetőre, hogy kedves Timóteus, hát tudod, hogy ez így van. Ugye? Tehát ami Galatában elindult, és ami Ázsiában elindult, az már Pál életében elindult. Tudnilik a kegyelemtől való elszakadás elindult, és itt van egy érdekes vers, amire nem akarok így elmászni, hogy akkor mi van Onesiforusszal? Ugye az Onesiforus háza népét azt mondja, az Onesiforus háza népéhez legyen irgalmas az Úr. És Onesiforus az most mi van Onesiforusszal? Hát, hogy imádkozik érte, hogy kegyelmet találjon azon a napon Krisztusnál. Valószínűleg Onesiforus volt egy nagyon jellegzetes, egy nagyon buzgóságos szolgája az Úrnak Pál apostol közelében, aki szintén elfordult a kegyelemtől. És ezért imádkozik Pál, hogy legyen irgalmas hozzá az Úr, hogy találjon kegyelmet azon a napon, hogy ez a 18-as vers. Nagyon érdekes dolog az, hogy általában a gyülekezetek nem tudják, illetve a keresztények nem tudják, hogy elfordultak tőlem az ázsiabeliek mind. Ezek azok az ázsiabeliek mind, akiknek szól a Jelenések könyve 7. első verse.
vagy hét első levele, bocsánat. Tehát ezekről a gyülekezetekről van szó, amik között van Efezus például. Ez egy nagyon súlyos dolog. Tehát az a gyülekezet, és ez is egy nagyon tanulságos dolog, hogy az a gyülekezet, ami a maradéktalanul győzelmes gyülekezet volt, hogyha olvassa valaki az apostolok cselekedetének 19. fejezetét, ott lehet látni, milyen hatalmas győzelmet arat Efezus, ők is visszamennek a judaizmus irányba. És ők is elfordulnak a Krisztusban való kegyelemtől. Ami viszont egy egészen őrületesen kemény tanítása a Bibliának, és akkor most már csak a netes hallgatóság kedvéért is felolvasnám ezeket az igéket. Kezdve a Róma levéltől, tehát a Pál apostoli tanításnak a magját fogjuk most hallani, az pedig, hogy kegyelem hitáltal, tehát hogy nem cselekedetekből van az üdvösség. Kezdjük a Róma levél 3.22-vel, jó? Tehát, hogy amitől elszakadtak az ázsiabeliek, ami baj volt Galatában, amire buzdítja Pál apostol Timóteust, hogy a Jézus Krisztusban való kegyelemben erősödjön meg, azt látjuk most a római tanításban 3.22-ben. Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz. Most ez igazság, ez görögül itt a dikaiosyné, amit inkább úgy fordítunk, hogy Istennek, Isten által való megigazultság. A dikai ember az, aki Isten előtt megfelelő állapotban van. Tehát Isten előtt megfelelő állapotba kerülni, amit Isten el tud fogadni, az kegyelemből történik hitáltal, ezt mondja Pál ebben a szakaszban. És amikor az Isten igazságáról van szó, akkor legtöbb esetben erről az állapotról van szó. Szintén ugyanebben a fejezetben, 25-ös vers, kit az Isten, mármint Jézus Krisztust, kit az Isten eleve elrendelt, engesztelő áldozatul, hitáltal az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságosságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt. Az Isten hosszú tűrésénél fogva az ő igazságának megbizonyítására a mostani időben, hogy igaz legyen ő és megigazítsa azt, aki Jézus hitéből való. Hol van tehát a dicsekedés kirekesztetett? Mely törvény által? A cselekedetéké által? Nem, hanem a hit törvénye által. És akkor 28-as versben fejeződik be ez a eszmefuttatás, ha tetszik így mondani. Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg a törvény cselekedetei nélkül. Tehát ez egy teljesen világos páli tanítás volt, és ettől fordultak el a kisázsiabeliek. Isten irgalmazzon, hogy ettől bárki közülünk elforduljon. Még a 30-as verset felolvastam, tehát még mindig a Róma 3-ban vagyunk, 30-as vers, mivel hogy egy az Isten, aki megigazítja a zsidót hitből és a nemzetbélit hit által. Vagyis ugyanúgy, ugyanolyan módon a zsidót is hitből, és a nemzetbélit is hit által. Szintén a Róma levélben vagyunk, amikor az 5. fejezet első versét felolvasom, megigazulván azért hit által békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Aki által van a menetelünk hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk, és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. Teljesen világos tanítás, Jézus Krisztusban való hit által van hozzáférésünk Istennek a kegyelméhez. Ez a Róma levél 5.1.2 volt. És hát persze most akkor elmegyünk a Galata levélbe is, ha már itt tartunk, mert a Galatáknak is bőven kifejti Pál apostol ezt az igazságot. Tehát a Galata levél 2. fejezetébe megyünk el, a 16-os verstől olvasnám az igét. Tudván azt, tehát Galata 2.16, tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által, mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitből, és nem a törvény cselekedeteiből, mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem. Amen. Ilyen egyszerű a képlet.
azt mondja Pál apostol, hogy mi is. Ki az a mi is? Hát a zsidók. A zsidók, akik megtartották a törvényt. Ugye galatabeliek, azok nem voltak zsidók, mindannyian. Hanem, tehát ezért hivatkozik Pál apostol arra, hogy még mi zsidók is a Krisztushoz kellett, hogy jöjjünk, hogy kegyelmet találjunk, pedig mi aztán megtartottuk a törvényt. Hát akkor ti miért akartok a törvénybe menni, amikor megkaptátok Krisztust egybe? Hát ez a képlet itt ebben a szakaszban. 3.26-ban mondja, tehát ugyanebben a fejezetben, Galata levélben, igazából egy picikét följebbről is olvashatnám. 23-astól. Nagyon izgalmas. 23-astól. Minek előtte pedig eljött a hit, törvény alatt őriztettünk, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Magyarán Isten megőrizte az emberiséget, törvényt adva néki. Törvény nem azért adta, ebben most nem megyünk be ma, a törvény nem azért adta, hogy az által igazuljon meg az ember, hanem hogy egy civilizált világot teremtsen, amelyben eljöhet a megváltó. Ja? Ekként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünké lett, hogy hitből igazuljunk meg. De minek utána eljött a hit, nem vagyunk többi a vezérlő mester alatt. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Idáig akartunk eljutni. Tehát magyarán itt elmondja, hogy a törvény miért van, és miért nincs. Ez volt a Galata 3:23-tól 26-ig. Efezus levél a következő. Nagyon konzekvens Pál apostol a szolgálata egész végig, tehát a szolgálata alatt végig. 2:8. 2:8. Mert kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. 9. Nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. Nagyon érdekes, hogy a következő versben azt mondja, hogy mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Pál apostol világosan megmondja, az üdvösség nem cselekedetekből van, hanem cselekedetekért van. Tehát azt mondja, hogy kegyelemből leszel üdvözült, kegyelemből fogsz üdvözülni, de ez a cselekedeteidet befolyásolni fogja. Tehát itt ez az egyik precedens arra, ami a kegyelem-fegyelem nélküli tanítás elleni egyik erős érv, hogy azért, mert hitáltal, tehát nem cselekedetekből üdvözülsz, nem törvény cselekedeteiből üdvözülsz, hanem kegyelemből, az még nem jelenti azt, hogy üdvösség után azt csinálsz, amit akarsz. Hanem pont azáltal tudsz helyesen cselekedni, hogy üdvözültél. Egy kis kitérőt hadd tegyek megint, menjünk, elugrunk picit a Róma 8-ba, jó? Tehát gyorsan a Róma 8, szóval megkeressük. Megint előtte olvasok bele, tehát a Róma 7-ből, 21-től olvasnám. Meglátom azért magamban, ki a jót akarom cselekedni azt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabul áll a bűn törvényének, mely van az én tagjaimban. Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testétől. Hálát adok Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus által, és egy picikét ugrok most, nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, mert a Jézus Krisztusban való életnek szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Két mondatrészt hagytam ki, az egyiket azért, mert zavaró, a másikat azért, mert nincs benne az igében. Aki a netről hallgatja, az nyugodtan tegye meg, hogy utána néz,
hogy ez van itt egy betoldás. Tehát miért ad hálát Pál a 7.25-ben? Mert a mondat így hangzik. Hálát adok Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus által, azért jól lehet én az elmémmel az Isten törvényének, de testemmel a bűn törvényének szolgálok. Azért ad hálát, mert a testem a bűn törvényének szolgál. Nem. Hanem azért, ez egy betoldás. A 23-as végére való. De látok egy másik törvényt az én tagjaimban, amely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabul áld a bűn törvényének, mely van az én tagjaimban, azért jól lehet az én elmémmel az Isten törvényének, de testemmel a bűn törvényének szolgálom. Egybe olvastam a 23-at a 25 végével. Ez így egy értelmes logikai egység. A hálaadás pedig a következőért szól, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. Hálát adok Istennek a mink Jézus Krisztus által, hogy nincsen immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, mert Jézus Krisztusban az élet szellemének törvénye megszabadította a bűn és a halál törvényétől. És itt van egy betoldás, Károli betoldja, Textus Receptus betoldja, hogy kik nem test szerint járnak, hanem szellem szerint. Ez nincs benne a görög szövegben. Ez nincs benne, oké? Tehát nincs ott. Itt van, de a görögül nincs benne. Oké, ez egy nagyon fontos dolog. Miért? Mert akik Jézus Krisztusban vannak, azoknak nincs kárhoztatásuk. Nem azoknak nincs kárhoztatásuk, akik nem test szerint járnak. Tehát testi cselekedet most is benned van. És ha ellened csak akkor emlene kárhoztatás, hogy a testi cselekedeteidet teljesen le tudnád tenni, akkor senki nem menne a mennybe. Pont. Oké? Okay? Ez egy széljegyzet. Meg lehet keresni pontosan, mikor csúszott ide be. Tehát nekem van egy jegyzetem róla, hogy hol került be ez a széljegyzet a szövegbe. Lehet nyomozni a kéziratok, másolatok között. Melyik az a kézirat, amiben nincs benne, és melyikbe csúszik be. Pontosan lehet tudni, hogy mikor, hol, melyik kolostorba csúszott ez oda be. Nincs benne az eredeti szövegben. Oké? Okay? Mert a Krisztus Jézusban az élet szellemének törvénye megszabadította a bűn és a halál törvényétől, ezért nincs ellenem kárhoztatás. Oké? Okay? Mert amiért, olvasom tovább, mert amiért törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőltelen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátva a bűn testének hasonlatosságában, a bűnért kárhoztatta a bűnt a testben. Mi volt lehetetlen a bűnnek, illetve a törvénynek? Az, hogy üdvösséget adjon. Hogy eltörölje a bűnt. Hogy a kárhoztatást eltörölje. Hát pont a törvény kárhoztat. Ezért ez lehetetlen volt, hogy a törvény ne kárhoztasson. De Isten a bűnt kárhoztatta a testben. Jézus Krisztusban. Hogy aki Jézus Krisztusban van, az ellen ne legyen több kárhoztatás. Ez az evangélium logikája. Ez a páli tanítás. És a 4. vers, hogy a törvénynek igazságos követelése beteljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem szellem szerint. Tehát azt mondja, hogy a törvénynek a követelése igazságos, de Isten az üdvösséget nem az alapján munkálta ki. A törvény követelése igazságos, de a kegyelem Jézus Krisztus által lett. Ugye azt mondja, János is azt mondja, hogy a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és a megigazultság pedig Jézus Krisztus által lett. A törvénynek van ugyanakkor egy igazságos követelése, amit be fogsz tölteni, ha szellem szerint jársz. De szellem szerint csak akkor tudsz járni, hogyha kegyelmet kapsz, mert hogyha nem kapsz kegyelmet, nem kerül beléd a szellem, és ez a dolog logikája. Teljesen világos, csak ki kell hámozni az ókori szövegből, meg az ókori szöveg fordításaiból, meg a fordítási hibákat ki kell pucolni, és akkor rendben van a dolog logikája. Oké? Okay? Nagyon-nagyon fontos dolog. Menjünk tovább az Efezusba, az Efezus 3.17-be, ahol azt mondja az írás, hogy lakozzék a Krisztus hit által a ti szívetekbe. Tehát nem pusztán az üdvösség van hitáltal, hanem a Krisztusnak a te akaratodban való lakozása is hitáltal. Tehát az, hogy, mert ugye a szív az a törekvés, ez egy imádság egyéb iránt,
Ugye, tehát azt mondja, ezokáért, 14-estől olvasom, 3-14, ezokáért meghajtom térdemet a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya előtt, akiről neveztetik minden nemzetség menjen és földön, hát hivatkozik a mennyei fejedelemségekre is, hogy adja meg néktek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő szelleme által a belső emberben, hogy Isten adja meg, hogy erősödjetek meg a belső emberben, hogy lakozzék a Krisztus hit által a ti szándékaitok között, a ti szívetekben. Oké? És a 20-as vers mondja, annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik felettébb, hogy nem kérjük vagy elgondoljuk a mi bennünk munkálkodó, ez pedig arra vonatkozik, sokféle tanítással ellentétben, amit Isten mi bennünk tud elvégezni. Bennünk olyan dolgokat el tud végezni, amit nem tudunk kérni, mert nem érjük fel ésszel. De mindenképpen imádkozhatsz azért, hogy a belső emberben megerősödjél, ugye? És hogy a te szándékaid között Krisztus lakozzék, Krisztus uralkodjék. Ugye a Kolosséban úgy fogalmazza meg, hogy a Krisztus békessége, Istennek a békessége uralkodjék a ti szívetekben. Hát ez, amikor a Krisztus, az Isten dönt a te szívedben. Ezért lehet imádkozni, oké? Nem csak önfegyelemről van szó. És végül a Filippi 3.9, a Filippi levélben vagyunk, de hát a Filippi levél végén még nem, de a Filippi 3.9-ben is ír Pál apostol arról, hogy találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját megigazultságom a törvényből. Hát, hogy Pál magáról beszél, hogy ő az egész egzisztenciáját feladta emiatt az igazságnak. Mert ő egy farizeus volt, tudnélik, aki a törvényt tanította. Nincsen saját megigazultságom a törvényből, hanem van megigazultságom Krisztusban való, hitáltal, Istentől való megigazultságom a hit alapján. Amen. Hát ennyi a páli tanítása a hitről és a kegyelemről. Egy másik témát ránt elő Pál az 5. verstől elfelé. Tehát 5. verstől felolvastam nektek a 7-ig, közben megnézem, mennyi időm van, még egy 20 percem. Nem hinném, hogy ki fogom használni most hirtelen. Mindenkor, minden én könyörgésemben, mindenekért nagy örömmel könyörögvén, mondja ezt. Ez volt a legutolsó vers, amit az előbb felolvastam. Mivel hogy részt vettetek az evangélium ügyében az első naptól fogva mindez ideig, meglévén győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, elvégzi a Krisztusra Jézusnak napjáig, amint hogy méltó, hogy én ilyen értelemben legyek mindenitek felől azért, mert én szívemben hordlak titeket, mint akik mind az én fogságomban, az evangéliumnak oltalmazásában és az evangéliumnak a megbizonyításában is mindnyájan részes társaim vagytok a nekem adott kegyelemben. Na, ezt most akkor kibogozzuk, hogy mit jelent, ugye? A körmondatok, ugye általában megfigyelhető az ókori nyelvekhez képest, hogy a nyelvünk egyszerűsödik. A intellektusunk is egyszerűsödik ennek megfelelően. Tehát amikor egy ókori szöveget bányászol, akkor érdemes elgondolkodni rajta, hogy pontosan mit is mond. Hát ez azt mondja, hogy bárki, aki közösséget vállal az evangélium munkájában, annak megbizonyítását, vagy megerősítése, vagy annak megvédése ügyében, elvárhatja, hogy Isten munkálkodik benne, és a benne elkezdett jó munkát az illetőnek a haláláig be is fogja fejezni. Ezt jelent ez a mondat. Ez egy elképesztő mondat. Még egyszer elmondom, hogy Pál azt mondja, hogy mindaz, aki részt vesz bármilyen formában, keresztényként, az evangélium megbizonyításában és az evangélium védelmében, arról Pál meg van győződve, hogy Isten elkezdett benne egy jó munkát, amit be is fog fejezni az illetőben. Hát ugye Pál azt mondja, a mi Urunk eljöveteléig, az ő napjáig, de hát az a nap még nem jött el. Így aztán nyugodtan mondhatjuk, hogy az illető haláláig. Tehát az illetőnek a földről való távoztáig Isten munkálkodni fog mindenkiben. Most ez
a Filippi beliekért imádkozza, akik anyagilag támogatták Pált. Ez a Filippiben van, az 5, 4, 5, 6 és a 7-ben írja le, hogy mi az, amiben részt vesznek a Filippi beliek. Tehát Filippi 1, 4-től 7-ig gyakorlatilag ezt fejti ki Pál. Ez fantasztikus. Tehát bárki, aki keresztényként Filippi 1, 4-től 7-ig. Filippi 1, 4-től 7-ig. 5-től, igen, mert imádkozik. A 4-es az a könyörgés, tehát 5-től 7-ig. Filippi 1, első fejezetben mondjuk, 5-től 7-ig. De inkább az értelme a lényeg, hogy minden keresztény, aki bármilyen módon részt vesz az evangélium hirdetésében, megerősítésében vagy megvédésében, abban Isten munkálkodva el fog végezni egy jó munkát az ő haláláig. És a Filippi beliek nem végeztek evangélista munkát, a Filippi beliek pénzelték Pált. Ez elképesztő. Ez egy csodálatos dolog, amire lehet appellálni, erre hivatkozhatsz, hogy vannak emberek, akik tulajdonképpen az evangélium munkájában nem vesztek részt közvetlenül, viszont fizetik a tizedjüket, adakoznak az evangélium munkájára, azokra, erről van Pál meggyőződve, hogy Isten munkálkodik bennük, és azt a jó munkát el is fog, de nem fognak erről a földről úgy távozni, hogy Isten nem végzi el bennük azt, amit el akar. Ez egy csodálatos igazság. Oké. És hát itt utalnék vissza arra az Efezus levélre, amit az előbb olvastunk, és egy picit így le is lőttem ezt a dolgot. Az Efezus 3-ban van ez az imádság, még egyszer menjünk oda. Galata, Efezus, Filippi, tehát egy levéllel menjünk vissza. Ugye azt gondolják, ez az Efezus 3:20, annak, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb, hogy nem, mint kérjük, vagy elgondoljuk. Ez nem vonatkozik semmi másra, csak a bennünk lévő munkálkodásra. Ez egy nagyon fontos dolog. Jó? Tehát bármi más, hogy ez a levélben még lesz erről szó, hogy bizony nem minden van javára a keresztény embernek sem, csak amiért imádkozik. És főleg szellem által. Ez egy őrült komoly kijelentés. Majd, ahogy belemegyünk mélyen ebbe a levélbe, eljutunk arra a pontra, ahol ezt látni fogjátok, hogy Isten szabadon, a hiteden, az elképzeléseden és a kéréseden túl te benned tud munkálkodni. Csak te benned tud munkálkodni. Vannak, akik ezt az igét kiterjesztik kívülre. Nem, sajnos nem. Sajnos nem. A Pál legalábbis ebben, abban hitt, hogy ha valaki azt akarja, hogy a külső dolgok áldottak legyenek, és az ő erőfeszítései, és az ő törekvései, és a jó elhatározásai jól is süljenek el, azért imádkozni kell. Az ő hite szerint és az elképzelése szerint. Illetve beszélt Pál arról is, hogy a szellem akkor, amikor nem tudjuk, hogy miért kell imádkozni, és hogy hogy kéne azért imádkozni, akkor segítségére van az erőtelenségünknek. Most nyilván ez fölösleges lenne, teljesen fölösleges lenne, ha Isten úgy is megcsinálná, amit akar. És már Jézus világosan megmondta, hogy imádkozzatok azért, hogy Isten akarata meglegyen a földön, úgy, ahogy a mennyben. Ez egy nagyon fontos dolog, tehát ez különbözteti meg a mi szektánkat a nem a mi hibánk evangéliumtól, ugye? Ez a nem a mi hibánk evangélium, hogy ami történik, az Isten akaratában van. Nem, testvérek, nem. Tehát Pál nem abban hitt. És ez egy nagyon, ma már előjött egyszer ez a kérdés, mert a nem a mi hibánk evangélisták azt is mondják, hogy hát meg van írva Róma 13-ban, hogy minden hatalmasság Istentől rendeltetett. Tehát Néró is, tehát Commodus is, meg Domitianus is, meg Néró is, meg Hitler is, meg Sztálin is, direkt a leggörényebbeket emlegetem, ezek voltak a történelem legaljasabb vezérei, ugye? Tehát, mert hát Istentől van ott van megírva. Hát nem, a pozíció van Istentől. És ugyanez ez a no fault religion, ezt így hívom, ez a nem az én hibám
vallás, és nem az én hibám kereszténység tanítja azt, hiszen meg van írva, hogy azok, akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra van. Tehát ne felejtsük el a szövegkörnyezetet. Ott van előtte, hogy a szellem segítségére van a mi erőtelenségünk. Amiért imádkoztál szellemmel, az van a javadra. Könyörgöm. Hát nem volt Pál apostolnak a javára, hogy megölték. Nem volt a kereszténységnek a javára, hogy megölték. Oké? Okay? Ez, ne legyünk ennyire buták. Pálnak javára volt, persze elment a mennybe, sokkal inkább jobb, de pont azt fejti ki ebbe a levélbe, hogy megmaradnom értetek a testben hasznosabb lenne. És kivégezték. És most mondhatod azt, hogy Pál nem imádkozott megfelelően, de hogy is nem. Imádkozott ő megfelelően, nem elég megfelelően. Jártál már úgy, hogy imádkoztál valamiért, és nem sikerült? Nem vagyunk különbek Pálnál, és Pál se külön nálunk. Jézus volt az egyetlen, akiről lehetett tudni azt, hogy minden tevékenysége tökéletesen célba futott. Ez sajnos Pál sem mondhatja el magáról, meg te sem, meg én sem, meg senki se. Ez van. De ez nem mentesít se téged, se engem, senkit attól, hogy ne törekedjél arra, hogy már pedig ennek jól kell sikerülni. Az egy más kérdés, és ebbfelől ne legyél kétségek között, hogy Isten az ő tervét és az ő célját meg fogja valósítani. Tehát ő véghez viszi, és ugye a te utad az mindenképpen a mennybe megy. Tehát ebbfelől ne aggódjál. De az embernek bizony lesznek kudarcai. Hát nagyon sok. Különben, testvér, ez nem így lenne, akkor nem lennének lemorzsolódások a gyülekezetekben, nem lennének szakadások a gyülekezetben, nem lennének visszaeső emberek a bűnbe, nem lennének emberek, akik kiszakadnak a gyülekezetből, nem lennének emberek, akik égtelen dolgokat művelnek, hiszen közben járunk emberekért, gyerekek. Imádkozunk emberekért. Azok az emberek, akik elhullottak bármiféle katasztrófa nyomán, amit államok, királyok, uralkodók, hercegek, grófok, bárók, földesurak műveltek, azok is lehet, hogy imádkoztak ám. És nem, és hát tudjuk azt sajnos egyéb iránt, hogy a Jelenések könyvéből, hogy benne van Isten akaratában a mártírság. Tehát benne van Istennek, a Isten akaratában benne foglaltatik. Ez egy nehéz falat lenyelni. Ugye Pál pont magáról írja, hogy ő efelé megy. Oké. Okay. Igen. Igen. Ez akkor a pár mártíromság. Igazából nem egészen. Tehát Pál apostol, hogy úgy mondjam, el fogunk jutni erre a pontra, hogy megismerjem őt és az ő feltámadásának erejét, részese lévén az ő szenvedéseinek és hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamilyen módon eljuthassak a halottak körül való külön feltámadásra. Hát ezt abban a szövegkörnyezetben mondja Pál apostol, hogy ami hátam mögött van elfelejtvén, ami előttem van nekifeszülvén, célegyenesen igyekszem a Krisztusnak odaföl való elhívása, Istennek Jézus Krisztusban odaföl való elhívása jutalmára. És akkor mutatja, akkor mondja Pál, hogy a részesében lévén az ő szenvedésében, és hasonlóvá lévén az ő halálához, az egy mártír halál volt, másokért halt meg. Okay? Hogy valamilyen módon eljutassak a halottak közül való külön feltámadásra. Ezt megint elkeni Károli, mert Károli szövegből azt lehet kivenni ebből a mondatból, hogy csak az fog feltámadni, aki mártír halált halt. Ebből a szövegből. De a görög szöveg nem ezt mondja. Ott nem az anasztázia kifejezést használja, ami feltámadás, hanem az ex-anasztáziát. Tehát kiemeli, hogy ez egy különleges feltámadás. Ami azoknak jár, és ezt meg is lehet látni Jelenések könyvében, ebben a tanításban pont elő fog kerülni ez a téma, hogy bizony van különleges feltámadás, amely egy különleges pozíciót fog az elkövetkezendő világbirodalmakban majd adni annak az embernek, aki részt vett a mártírságban.
A mártír egyébként csak azt jelenti, hogy tanú, tanúsító valaki, de az életével tanúskodik, ezt ugye, ezért ezt a szót használjuk, mert ez egy más kifejezés, mint általában a tanúra a kifejezés. Tehát a lényeg az, hogy ez Isten akaratában benne van, ezt látjuk az ötödik pecsétnél, hogy bosszúért kiáltanak ugye, akiket megöltek az igazságért, és akkor azt mondja, hogy ti társaidoknak száma még nem telt be, akiknek meg kell halni hozzátok hasonlóan. De ez van. Pálnak volt egy ilyen látása is, mi egymása. Nem tudom, hogy visszatérve Pál imádságára, hogy imádkozik azért, hogy néktek ajándékoztassam, hogy Isten dicsőítsétek az én nekem, az a hozzátok való eljutásom által, hogy testben megmaradnom miattatok fontosabb, hogy ez az imádság hogyan tölt be, és hogyan sem, mit tudott Pál csinálni abban az időszakban, ami az ő halála körül volt még. Biztos vagyok benne, hogy valamit Isten tudott tenni ezzel kapcsolatban. De hát ugye azt is tudjuk, hogy Pál viszont ténylegesen kivégezték, tehát nincs mese. Ez egy történelmi tény, ami abszolút, még azt is tudjuk, hogy fejét vették. Tehát azt is pontosan tudjuk a történelmi forrásokból, hogy hogyan halt meg. És hát ez van. Annyi haszna volt, ha tetszik így mondani, hogy a zárszónak a végére is érünk lassan az időnknek, annyi haszna volt Pál bebörtönzéseinek, hogy ezeket mi tudjuk most. Nyilván Isten javára fordította ezeket a dolgokat, és igazából Pál, ha tetszik így mond, nekünk ajándékoztatott, mert hát nézd meg, új szövetség nagy részét Pál írta meg, ha tetszik így mondani, és azért 2000 év kereszténysége Pálból él. Jószerivel szinte minden, amit ma felolvastam az írásból, az Pál tollából származik. Úgyhogy az imádság, hegy és halom, amit Pál imádkozott, ugye, mert Pál azt is mondja, hogy hálát adok Istennek, hogy mindannyiótoknál többet szólok nyelveken. Ugye? Tehát az biztos vagyok benne, hogy megszülte azt, hogy ez itt most itt van. Ilyen módon egyetlen imádság sem hullik, ugye, hogy is mondjam, Isten előtt le. Tehát Isten az Isten, aki nem hagyja, hogy a te szavad a földre hulljon. Mint ahogy mi megengedjük, hogy az ő szava földre hulljon. Tehát nem ragadunk meg mindent, de ő megragad mindent abból, amit te elmondasz, és valamire kihasználja, valamire felhasználja. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ilyen értemben partnerei vagyunk neki. Tehát valamit el tud végezni az imádságod által. Mindenképpen. Én azt gondolom, hogy ennyi elég is volt már, mert a következő 8-as vers az már egy más témát vett föl Pál. Úgyhogy én ezen a ponton megköszönöm a figyelmet. Adja az Úr, hogy áldásul legyen a mindenkinek, aki hallja.